Szeptember első szombatján ismét megyenapot szervez a Békés megyei önkormányzat. Zalai Mihály szerint szükség van egy olyan programra, amelyen hagyományaink, a nemzetiségek kultúrája, megyénk értékei kerülnek középpontba, mindeközben a kilátogatók színvonalas, kicsiket és nagyokat célzó programokon szórakozhatnak. Hagyományt akarunk teremteni, hagyományt szeretnénk teremteni, eddig sikerült, és nagyon remélem, hogy ez a későbbiekben is folytatódni fog. Annál is inkább, mert sikerült egy olyan létező igényre rátapintani, egy olyan létező igényt talán kielégíteni, amely minden itt élőben megvan, és ez pedig az összetartozás érzésének a megélése, hiszen létezik Békés megyei identitás, nem csak települési. A megyerendszer az több mint 1000 éves, és éppen miatt erre az identitásra, erre az erőre érdemes építeni. Egyébként össze is köt bennünket ez az identitás, hiszen nagyon sokban hasonlítanak azok az értékek, amelyek egy településen létrejöttek, még akkor is, hogyha különböző nemzetiségek hozták azt létre, mert ezek a kultúrák, ezek az emberek hatottak egymásra, és létrehoztak egy közös békésmegyei kultúrát, egy közös békésmegyei identitást. A hagyományokhoz híven ezúttal is bemutatkoznak a megyei értéktárban szereplő értékek, lesz kézműves vásár és kistermelői piac, valamint felvonultatják hagyományaikat és értékeiket a megye nemzetiségei. Újdonságot is tartogatnak idén a szervezők. A megyei értéktár elemei mellett a települési értéktárban szereplő tételeket is megismerhetik az érdeklődők. Minden meg lesz, ami eddig megvolt, de minden egy kicsit nagyobb lesz, és minden egy kicsit színesebb lesz, ebben tudtunk bővíteni. Ez az értéktár kapcsán abban fog kimerülni, hogy a megyei értéktár elemei nőttek, ezeket mind be fogjuk mutatni interaktív módon, ahogy szoktuk, tehát a Nónius lovakat meg lehet simogatni, és körbe lehet kocsizni vele a főteret, a biliárdot nem csak megnézni lehet, hanem megtanulni lehet a magyar biliárd használatát, és a többi, és a többi. És hát emellett be fognak mutatkozni a települési értéktárak, aki csatlakozott hozzánk, több mint egy tucatnyian, és a szomszéd megyék is most csatlakoztak, Csongrától egészen Hajdú-Biharig, 4 magyarországi megye, és Arad és Bihar megye, a testvér megyéink is díszrendékként ott lesznek a megyenapon, tehát ők is mind színpadon, mind pedig faházakban be fognak mutatkozni. A harmadik megyenap fővédnöke dr. Nagy István agrárminiszter, a díszvendégek pedig Arad és Bihar megye lesznek.